A várat a firenzei születésű Filippo Scolari kezdte el építetni. A magyarok által ozorai Pipóként emlegetett férfit a szerelem láncolta Ozorához. Miután nőül vette a vidék urának leányát, ozorai Borbálát, nagyszabású építkezésbe kezdett. Az ozorai várkastély ebben az évtizedben betöltötte 600. születésnapját. A várkastély eredeti építtetője Scolari Filippo, az itáliai származású nemes, aki kalandvágyból érkezik Budára, addigra már bejárta egész Nyugat-Európát, több nyelven tanul. Az ő ozorára érkezése szinte hasonlítható ahhoz, mintha ma itt leszállna egy UFO, hiszen amikor ő ozorára érkezik, pár jobbá családon kívül senki sem lakik még a településen, szerelmi szál hozza őt ide. Ozorai Borbála, az itt élő ozorai András leánya, ők az ozorai birtokok akkori tulajdonosai. Nekik állt itt az ozorai vár helyén a kúria épületük. Pipó szerelmes lesz Borbálába, és így kezdődik az ő kötődése ozorához. Szerette volna az ozorai birtokokat megszerezni, ezért Zsigmond királynál folyamodik ahhoz, hogy Borbálát, ozorai Borbálát fiúsítsák, hiszen neki nincs fiútestvére, így Borbálára rászáll a vagyon, és ők összeházasodnak. Akkor kér és kap engedélyt Zsigmond királytól arra, hogy itt ozorán fölépítse a családi fészket. Természetesen az akkor már Itáliában kibontakozó reneszánszból inspirálódik. A feljegyzések szerint onnét hoz építőmestereket, szobrászokat, építészeket, és fölépíti akkor itt ozorán ezt a kora reneszánsz palotát. Az építkezés óriási fejlődést hozott a településnek, Pipó éveken belül mezővárosi rangra emeltette ozorát. Természetesen vonzotta a fejlődés akkor ide a jobbá családokat is, akiket ő támogatott, és komoly építkezések kezdődtek el a településen, ami nyilvánvalóan egy nagyon komoly fejlődést hozott akkor a település életében. Természetesen a mai napig ez az örökség jelen van. Ez egy olyan befektetés, ha úgy, hogy ilyen modern szóval élünk, ami azért 600 éven keresztül elkísérte ozorát, és nekünk, akik ma itt élünk ezekben az évtizedekben, felelősségünk ezt az örökséget gondozni, ápolni, és ez nem csak kövek és téglák egymásra építését jelenti, hanem ez egy szellemi örökség is természetesen. És láthatjuk mi a mai napig mindannyian, akik itt dolgozunk, hogy ez egy komoly feladat és egy óriási lehetőség, akár a vidéki turizmusban is, akár kulturális és közösségszervezés területén is. A kora reneszánsz palota természetesen nagyban eltér a most ismert állapotától. A 18. századi átépítések során komoly funkcióváltáson esett át, később a szocializmusban pedig magtárra alakították. Ez egészen a rendszerváltásig fennmaradt, majd elkezdték a vár épületkutatásait, régészeti feltárásait és egy jelentős rekonstrukciót hajtottak végre. A várkastély külseje nyilvánvalóan adott, a belső terek tartalommal való megtöltésénél már sok múlik a szakembereken is. Lehet ez a mai kornak megfelelő digitális kiállítás, vagy akár korabeli, múltat idéző berendezés. Nálunk az akkori berendező Műemlékek Nemzeti Gondnoksága, aki akkor a berendezés kapcsán volt felelős, úgy gondolta, hogy mi ezt a régmúltat szeretnénk megidézni, és olyan enteriőrök kerüljenek a falak közé, amelyek egy kicsit visszahozzák ezt a középkori főúri hangulatot. Én úgy gondolom, hogy ez sikerült. Azért is gondolom, mert látom, amikor a látogatók elhagyják a várat, hogy még mindenki kicsit ugye varázsa alatt van, és nagyon sokan meg is hosszabbítják ezt az élményt, mert nálunk itt is lehet aludni. Tehát a berendezéskor mindenképpen az volt a cél, hogy megjelenjen ez érezhető legyen az atmoszféra. A Pipó korából való tárgyakból Magyarországon szinte már egyet sem találni, ezért igen magas színvonalú másolatok helyettesítik azokat. A hitelesség érdekében természetesen felelhető néhány valódi tárgy is, ám ezek csak igen szigorú szabályozásnak megfelelően lehetnek a kiállítás részei. Egy kiállítás során nagyon fontos az ott eltöltött időt meghatározó egyéb körülmények. Ozorán arra törekednek, hogy ez minél magasabb színvonalú legyen. Én azt gondolom, hogy egyre inkább eljutunk oda lassan, hogy mindenki megérti azt, hogy az élet legszebb és leg
fontosabb értelme az, hogy élményekkel gazdagodjunk. Tehát ezek azok a dolgok, amik előre visznek minket, és még az anyagi javaknál is. Tehát ez a miénk, ezt senki se veheti el tőlünk, és természetesen a nyáron, a nyári szezonban, amikor a családok együtt jönnek, a generációk együtt jönnek a gyerekekkel, és mikor ezt az élményt a szülő a gyerekével együtt szerzi meg, egy minőségi időt töltött együtt egy ilyen helyen, akkor természetesen az kell, hogy meg rácsodálkozzanak a gyerekek dolgokra. Akkor ugye beindul egy interakció a családok között, elkezdnek róla beszélgetni. Ezt hazaviszik, ezt a gyerekek otthon lerajzolják, elmesélik az iskolában, és így működik, így adódik tovább ez az élmény, és ez az, ami meghatározhatja ezeket a helyeket, ami megkülönbözteti egyiket a másiktól. Hogy amikor a vendég csalódik, ha egy üres teremsoron hajtom őt keresztül, vagy éppen nincs egy kedves mosoly, amit az idegenvezetőtől kap, vagy kell egy jó kávé, kell egy jó sütemény, egy tiszta mosdó. Tehát ezek azok az egy parkosított környezet. Lassan érdekesebb lesz az embereknek a műemléki környezet maga, mint az épület. Egyértelműen látszik, hogy az emberek figyelme inkább terelődik most már a műemléki környezet felé, hiszen a gyerekekkel nem biztos, hogy kisgyerekekkel nem biztos, hogy jó egy másfél-két órás távlatvezetéssel részt venni egy kastélyban. Viszont nagyon klassz, hogyha van egy jó játszótér, egy tematikus játszótér a kastélyparkban vagy a várkertben. Tehát ezek nélkül az élmények nélkül a vendégek nem jönnek vissza, nem mesélnek, és nem indulnak el országot felfedezni, tehát ezek nélkül ma már ezek a helyszínek nem állnak meg. Az elmúlt pár évben felépítették a rekonstruált várfalat és a műemléki környezetet is rendezték, ami számos újítást von maga után. Tehát mindenképpen meg kell erősíteni a platót, ezeket követte nyilván egy komoly régészeti kutatás, a várárok kutatása, ilyenkor a régészek próbálnak mindenféle bizonyítékokat keresni arra, hogy hogyan nézhetett ki az eredeti várfal, úgyhogy körülbelül egy hasonló állapotot kell elképzelni a középkori várfallal kapcsolatban. Tehát egy négyszög alapra, ez négy bástyával, a várati templomot egy híd kötötte össze, de egyébként feltételezhetően az eredeti várfal nagyjából 2 méterre, még ennél is magasabb volt. És aztán kialakítottunk itt nyilván a kornak megfelelően fontos parkolóhelyiségeket, egy biztonságos hidat, amin megközelíthetőek vagyunk. Tehát egy csomó olyan fejlesztés is hozott magával a várfal rekonstrukció, ami szinte elengedhetetlen volt. Szép kis park létesült a vár körül. És aztán ebből a projektből nem csak a várfal és a vár környezete újult meg, hanem a főtéren található egykori Eszterházi nagy vendéglőt is sikerült teljesen felújítani. És aztán a Sió parton épült egy látogatóközpont. A várban egyébként apartman jelleggel szobák is várják a kalandvágyó turistákat. Mindenféle felügyelet nélkül tölthetnek el éjszakákat az Ódon épületben. Az is egy komoly trend már a belföldi turizmusban, hogy az emberek keressék a különleges szálláshelyeket. Tehát ezeket a standard kétágyas szállodai szobákat egy idő után megunja az ember, és amit mondtam, tehát kell az élmény, ez szintén ezt szolgálja. A szálló vendégeink azok a vendégek, akik itt megfordulnak egyéni látogatóként, és alig tudnak innen elmenni, és miután meghallják itt az idegenvezetőktől, hogy van erre lehetőség, hogy itt aludjanak, aki teheti, mindenki visszajön. Úgyhogy ez talán az, amivel azt mondtam, hogy igazán teljesen elégedettek vagyunk, hiszen ahhoz képest, hogy milyen szolgáltatások vannak a környékben, a szobáink kihasználtsága nagyon jó, tehát a nyári hétvégéken, szinte minden hétvégén teltház van, és jellemzően visszajönnek a szálló vendégek, kicsi akarnak menni a várból, az estéket eltöltik a várudvaron, van apartman jellegű a szállás, étkezőt, konyhát tudunk adni,
itt elfőzögetnek, eliszogatnak a várudvarban. Turisztikai szempontból elsősorban Budapest központú Magyarország, de a vidéki turizmusban is lehetnek lehetőségek, mint például itt Ozorán. Reménykedünk mindannyian, hogy lesznek előrelépések. Én úgy gondolom, hogy sokkal több lehetőség van a vidéki turisztikai desztinációkban, akár Ozorán is. A legnagyobb probléma az, hogy ki kell lépni az ismeretlenség szürke ködéből. És talán sokat segítene, hogyha fejlődne egy kicsit a térségi identitás, a megyei identitás, ami nyilván úgy jöhet létre, hogyha egy kicsit tényleg nem csak beszélünk már arról, hogy összefogjunk itt mi a megyében, a térségben turisztikai szereplők, akkor ebbe még óriási léphetünk előre.